Ki a következő vendég? Tudod, hogy kik? Kik? Hogy hívják azt a... Ki a következő? Az a Stylish Joy. A Stylish Joy? Meg azért tudod, aki mindig így táncol a színpadon. Így... Ja, igen, hát érkezzen a stúdióba két műsorvezető társunk. Holdan Flint, a Stylish műsorvezető. És Csonka András. Neked nincs is titulusod, apukám. Tánc Dani énekes. Tánc Dani énekes, jól aztán. Jó, azt. Retro. Jó reggel. Retro tánc Dani énekes. Jó reggel. Hogy vagytok? Hú, milyen furcsa gyerekek. Akarsz ide az ülni? Első kérdésem rögtön, hogy volt kint a kutya? Volt kint a kutya, nem fog semmi rosszat csinálni itt a stúdióban. Mert ezt muszáj elmondjuk, hogy egyszer volt egy ilyen eset, hogy a Franciskával jöttem be, és hát a Franciska sajnos ide piszkított a szőnyegre. Jó, de a Franciska a te tükörképed, és te annyira sokat izgulsz, hogy lehet, hogy a feszültség benne manifestálódott. Most már tudom, hogy miért nem állsz fel a szünetben is a fotelből. Igen, csodálatos volt az a riport, mert mindannyian láttuk, és éppen a vendége is látta mindezt, aki beszélt, és leszólt a rendező a fülünkbe, hogy nem mutatjuk, nyugalom, minden megy tovább. És a Franciska itt állt, ebbe a pózba. Nem mutasd meg! Mami, nézd! És hát ide nyomott egy kis briost, hát előfordult. Cukrász volt előző életében. Óriás, hogy minden buliba előkerül ez a téma. Egyből. Na jó, hát gyerekek, megyünk a holidayre. Kinek hogy fog telni a nyár? Hát mi összeköltözünk a bandit. Igen, nézzünk képeket, szerintem az mindig jó. Hát milyen vidáman fogadtuk. Igen. Igen, mert itt mutatta igen, mert be a... Itt nem mutatta volt, be a nagy ő, a nagy ő. A nagy őt nem, nagy ő. Nem volt hajlandó elárulni, hogy ki az élete úgy nagy városban. Láttam őt múltkor a városban, és nővel láttam. Ú, ez megvan, ez megvan, ez megvan, még ezt szeretném már mindig jó vagytok, mindig jó vagytok, tényleg. Valami merészebb képet rakjatok be. Ez elég merész kép. Hát mondjuk ez kedves. Itt kérte meg a kezedet. Pontosan, így, ahogy amúgy. Na de már várjál, de Anitáért kérte meg először. Elnézést kérek, igen. Engem fog elvenni feleségem. Igen, már elvette a Ferenciósit. 2025-ben. Hát tessék, ennyi! Ez a lány búcsú. Jaj, de jó volt. Ez meg a születési számotok, gondolom, a rajtszám. A 94. Meg az életkorunk. Zoli szereti, amikor fotózunk. Imádom a közös fotókat. Bandival. Bandikám, így senkirem Google be. Ezt tudom, amikor megetted a villanykörtét. Azt láttam, legalábbis egy darabját. Azt a mai napig nem hiszem el. Néha arra ébredek, hogy ez megtörtént. Rágott mellettem, én azt hittem, hogy így... Kicsit arra gondoltam, beavatott vagy, de nem. Akkor mégis ez tényleg frankó. Úgy, ahogy képzel. Tehát frankó. De megijedtél nagyon? Azért sokkoló, mert a villanykörtének a dobozát a hangmérnökeink a mai napig ott tartják, ott a kis pulton, azért, hogy én ilyen kis szerény, visszafogott figura legyek, ez szerintem ilyen pszichésen úgy ott... Nézd meg, jó pasikkal vagyunk, érted? Jaj, a kucsi, de magas! Igen, itt ez egy vita. Jó, de voltak emlékezetes pillanataink itt. Csak az volt, nézd meg, kedvesek vagyunk. Ez jó kép nagyon. Hát igen. Ú, de meg kellett erőltetni magunkat. Idén az első ölelés. De voltak nagy nevetéseink, voltak sírásaink. Igen, én azt gondolom, de szerintem az mindenképpen, én azt tudom mondani erre az egész helyzetre, hogy nagyon régen éreztem egyébként azt, hogy körülöttem mindenki a helyén van. Tehát, hogy úgy egy ilyen nagyon jó kémiájú csapat. De hogy körülötted. Körülöttem, tehát én nem, de körülöttem igen. Tehát, hogy meg az egész. Tehát, hogy nem csak mi itt a fotelben, meg a kanapén, hanem hogy az egész, akik most itt állnak egyébként, a nézők nem látják, hogy nagyon sokan itt vannak azok, akik egyébként egyszerre nem szoktak itt lenni, például, hogy az online szekcióban mindenki itt van, sminkosztályban, operatőrök, szerkesztők. Tényleg mindenki. De most látjuk, most csináljuk egy kölcsön. Főszerkesztő is itt van, a drága. Hogy nem tudna ilyen családias lenni, akiket nem látunk, és akiket nem látunk a vezérlőben, nincs kamera fönn a vezérlőben, a rendezőnk. És én nem tudom, ti átéliteket, de nagyon sokszor van egyébként, hangosan. Amikor találkozok ismert emberekkel, akik semmiféle kérdést nem kell föltenni, és elmondják, hogy nagyon szeretnek ide bejönni. Igen. De hogy nagyon jól érzem magukat, mert itt
valahogy más az egész. Közben mutatjuk egy fotót, amit tökéletesen hiteltelenné válik bármi komoly, amit próbálsz. Itt a Cobra Kai-nak a castingjára készül. Jó, de én mindig elmondom, hogy egy kicsit úgy érzem, hogy a reggeli műsorok mostoha sorsúak a televíziózásban, holott azért ez az egyik legnehezebb műfaj, ugrálni a hangulatok között, a témák között, tehát azért itt van egy két és fél órás olyan koncentráció, igen. És hát nézzék meg, szóval tiszta ideg mindenki. De hogy igen, én is azt gondolom, hogy nagyon rég volt az, amikor én is azt éreztem, hogy minden kis puzzle a helyén van, és valószínűleg, hogy ettől vagyunk sikeresek, és ezt önöknek is köszönjük, mert hogy elképesztően megugrott a nézettségünk, és most már azt mondjuk, hogy ott vagyunk. Ilyen látszunk, jelen vagyunk. Ez ki? Ki ez a lehet? Ki ez a lehet? De kár, hogy nincs hang, gyerekek! You walk and the door, majd a fél, és a furúja szólom, azért az furúja. A neten vannak ezek a Shred című. Ez egy beköszönés. És ne felejtkezzünk el a Csődör csütörtökről. A Kanikedről. Nektek két napot kaptok. Kanikedből egy van. Igen, de váltogat. És ne tereljük a szót a Csajszerdáról. Az egy fogalom. Igen. És ti köztetek itt valami kialakult, valami olyan kapcsolat, ami több, mint a munka. Úgyhogy szeretnék a coming out-olni az Anitával. Hogy szóltok? Nem hallottam, azt mondja, hogy szeretnék coming out-olni az Anitával. Igazából engem fog elmenni. Badi, most akartok megmondani, hogy nagyon szépen udvarolsz mind a kettőnknek, de az Anita bejelent, hogy jó lesz. Jó, de a Csajszerda fogalom. Jó, tehát a Csajszerda, elmondom neked, de nem, én ennyit énekeltem. Igen, és mi ezt tűntünk. Igen, így nézel ki kintről. Jézusom! Most már érted anyukád, miért ír olyan üzeneteket? Meg azt is, hogy a franci miért ment most le mellőlem a kanapéről, nem közösködik velem. Na mondja, félsz, Banitám? Nem tudom már, mit tudod már a korra, hogy szenilis vagyok. Tudod, hogy a lánykérés... Na, a Csajszerda, hogy valami azzal kapcsolatban akartam mondani. Hát, hogy nagyon jók a Csajszerdák. Nagyon jó, és ez is mutatja, hogy igen. Szóval, ez hogy... is Csajszerda. Ja, igen, azt akartam mondani, hogy tegnap voltam jogázni, és a lányok azt mondták, hogy imádják a Csajszerdát, szeretik a Kanikeddet is, de a Csajszerdákat jobban szeretik, mert hogy valóban önfelelő. Nevetés. De egyébként, amit Zoli az előbb mondtál, hogy valami kialakult az Anita meg köztem, hogy tényleg az volt, hogy neked... Mennyire jó bevágásra mondod. Bemutatták a kolléganinket. Ez alakult ki. De hogy nekem nagyon felszabadító volt, és minden jótokkal nagyon jó műsort vezetni, és az, hogy azok a Csajszerdák, azok engem átlendítettek valami olyan ponton, amin azt gondolom, hogy mindenkinek, aki ezt elkezdi, szerintem. Ugye, én most azt mondom, hogy idén utoljára gyertek, üljetek egy kicsit, te is ide. Üljünk együtt. De hova üljek, édesem, hát ott nem félünk el. Gyerekek, egyet szeretnék mondani. A fontos dolgok tegnap este és ma reggel történnek. A nagy négyesek tegnap este és ma reggel állnak össze. Abbára gondol. Hoztam egy képet, ez tegnap este készül. Az Abba Voyage premierjén ott megjelentek újra mind a négyen, és most akkor mi vagyunk itt mind a négyen, gyerekek. Jó, de hova? Itt üljünk? Gyertek ide, elfér. Ne rángassál! Gyertek ide! Gyere, az a Linda helye, jó? Egész évadban. A Linda mellé. Nagyon hálásak vagyunk, hogy ilyen sokan és egyre többen követnek minket, mi nagyon reméljük, hogy továbbra is így lesz. Mi most elmegyünk egy szünetre, ha jól tudom, akkor továbbra is mindenféle módon láthatnak. Hát igen, ezt best of-ok. Igen. Vigyázzon a magukra, nagyon kellemes nyarat kívánunk, nagyon-nagyon várjuk azt az alkalmat, amikor újra találkozhatunk önökkel. És köszönjük önöknek is, köszönjük a munkatársaknak, akik miatt így van, egy nagyszerű stáb van mögöttünk, úgyhogy bravo, gyerekek! Köszönjük, hogy néznek minket minden reggel, ezen a szokáson ne változtassanak. Viszontlátásra! Csodás nyarat! Viszlát!